harmadik élvonalbeli idényében több rekordot is megdöntött a kisvárdai futballcsapat. Az elért ötödik helyezés a legjobb a klub történetében, a megszerzett 46 pont is a legtöbbnek számít, valamint a 2020-21-es szezon volt az első, amelyben mind a 11 ellenféltől szerzett legalább egy pontot a Várda. Emellett a Magyar Kupában a legjobb négy közé jutott a csapat, ahol a későbbi győztes Újpest búcsúztatta. Révész Attila sportigazgató szerint évről évre tapasztalható a klubnál a fejlődés, ezért nem érte váratlanul a csapat szereplése. A szezon elején is elmondtam, hogy a csapat erejét ismerve és az NB1 szintjét szintén a két év alatt megtapasztalva, az első öt hely valamelyikére várjuk a csapatot. Ez az őszi szezonban a harmadik helyet jelentette, majd egy középmezőnyes visszaesés után újra magunkhoz ragadtuk az utat, és jó utat érve az ötödik helyet sikerült elérnünk. Én azt gondolom, hogy ezzel mindenki elégedett lehet, ha bár menet közben azért talán lehettek volna még vérmeccsebb reményeink is. A bajnokság zárását követően Supka Attila vezetőedző távozott Kisvárdáról, helyére a portugál João Janeiro érkezik. Mint a sportigazgató elmondta, némileg változik a koncepció, a csapat mellett az egyéni képzésre is nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni, olyan fiatal játékosokat akarnak nevelni, akiket értékesíteni tud a klub. Ha azt veszem figyelembe, hogy minden évben az első kettő vagy három helyezett csapatot leszámítva minden egyes klub a bemaradásért küzd, és ez egy borzasztó nagy igénybevétel a vezetőknek, a játékosoknak és a szakmai stábnak is, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy miért csináljuk ezt a futballt, hogyha csak szenvedésről szól. Hát azért, hogy a szurkolók természetesen élvezni tudják, nekünk is egy-egy rövid pillanat eredményez egy jobb eredmény után boldogságot, de semmi többet. Ezért nekünk minden éve föl kell tennünk azt a nagyon piszok kérdést, és miből fogjuk ezt finanszírozni. Nekünk nincsenek olyan komoly támogatóink, mint egyes ember, egyes klubok, nekünk valonnan meg kell próbálni pénzt összeszedni, de ez így működik a világ minden egyes ilyen kiske klubjánál. A mi feladatunk az, hogy előbb-utóbb az utánpótlás labdarúgókat beépítsük és értékesítsük, ami már az elmúlt napokban ugye meg is történt a Kovácsréti Márk esetében, és ez egy olyan út, amelyen mi szeretnénk haladni, és bízom benne, hogy emellett még az élvonalbeli tapságunk is meg tud maradni. Az MTK-hoz szerződő Kovácsréti mellett a három NB1-es idényben 83 meccsen pályára lépő Sassa is távozott Kisvárdáról. A kiszemelt új futballistákkal még tárgyal a klub. A felkészülés június 16-án kezdődik, Révész Attila reményei szerint már 90%-ban végleges kerettel.